A kozmikus tánc nem egy új dolog, gyakorlatilag nagyon régen használtam, egy régi technika, Alapjául szolgált a mostani fejlett technikáknak is, mint például a blackboxnak. Nagyon hasznos, mert az, aki kezdő például, nagyon könnyen beintegrálódik ebbe a világba, a mozgás világába, amelyben Hatalmas nagy területen van abban, hogy hogyan tudom fejleszteni azt az embert. Az önfejlesztés egy, egyik alapja a mozgás fejlesztése, mert hogy a mozgás egy univerzális nyelv, és ezzel az univerzális nyelvvel kifejezhetjük az embernek a teljes életét egészen a mély gondolatoktól, a érzésektől, a Mozgásig, tehát a cselekvésig. Ha a kozikus táncot, mint egy önfejlesztő technikát használjuk, akkor kikerülhetjük az embereknek azokat a gondolataikat, amelyek tulajdonképpen blokkolják őt abban, hogy megértse a saját helyzetét, vagy megértse azt, hogy milyen irányba kell neki fejlődnie, cselekednie. A technika alapja az, hogy egy modell szerint az embert egy galaktikus objektumként veszem, és mint ilyen galaktikus objektum nem követi el a gyakorlat közben azokat a hibákat, amelyeket az életében elkövet. Helyesebben mondva, elköveti, csak itt nem számít hibának, mert úgy veszük, hogy ő ilyen, tehát ha ezt elkövette, akkor pontosan kifejezte azt, amit ő tud, vagy amire ő képes. Ez nagyon ott tiszta képet ad számomra arra, hogy melyik irányba lehet fejleszteni az embert. A fejlesztés, a konkrét ilyen irányzatú fejlesztés már a black boxban fog történni, de a kozmikus táncban egy önfejlesztő folyamatot el lehet indítani. Generálhatunk olyan körülményeket, amelyben az ember meg tud erősíteni bizonyos jó tulajdonságokat, és el tudja hagyni a rossz szokásait, a rossz tulajdonságait. Meg kell értsük, hogy az ember egy programozható objektum, és ez a programozható objektum, ez a programozás által éppen tanítható, tehát bármit megtaníthatunk az embernek. Megtaníthatjuk azt, hogy felejtsen el valamit, ami nem szükséges vagy akadályozó számára, és megtaníthatjuk számára azt, hogy mi az, amiben jó legyen, hogyan cselekedjen, hogy boldogan tudjon például élni. Nagyon egyszerű a technika, egyszerűen a zenére táncolnod kell. Ezt táncnak hívom, de egyébként a Black Box egy fejlettebb technikában, ott már csak mozgásnak, mert a kettő között majd különbséget teszek. De ha maradok a kozmikus táncnál, itt egyszerűen csak élvezni kell a zenét, az atmoszférát és a feladatot. A feladatok egyszerűek, van, amit egyedül fogsz elvégezni, valamit párosával, amit Kisebb vagy nagyobb csoportokban, mindig folyamatosan elmondom, hogy mit kell csinálni, és közben te csak egyszerűen a feladatra egy picit koncentrálva élvezed a szenét, a társaságot, a környezetet, és egyszerűen kifejezed az érzéseidet a feladatnak megfelelően. Könnyű, nagyon könnyen elvégezhető a feladat, azok számára is, akik kezdők, és azok számára is, akik mondjuk az expert-operátor rendszerben már képzettek, például a mesterkúzusosok is szívesen csinálják ezt, sőt, a kozmikus tánc technikát a mesterkurzuson szoktam használni, alkalmazni. A hétköznapi táncolás közben nem szoktunk arra gondolni, hogy milyen érzelmek vannak bennük, vagy mire gondolunk, hanem csak egyszerűen élvezzük a zenét. Itt is ezt kell tenni, de a feladatok fognak téged irányítani abba az irányba, hogy itt csak mozognod kell például, vagy mozognod és valamilyen érzelmeket megértve, vagy érzelmekkel megerősítve a mozgás kell cselekedned, vagy akár meg is kell értened valamit, tudatosan kell mozogni vagy például képzelődnöd kell, el kell képzelni valamilyen jövőképet, és e szerint kell valamilyen szituációban mozgást csinálni. Élvezhető, egyszerű a feladat tehát és, és az emberek nagyon gyorsan felszabadulnak. Azok is, akik legelőször jönnek, már azonnal képesek felszabadultan mozogni, megadjuk azt a lehetőséget, amelyben ők gátlás nélkül mozoghattak, természetesen ebben majd fejlődni fognak, és egyre jobban fogják csinálni ezt is. Nagyon jó, hogy a teljesen kezdő, az akár profinak nevezhető, ebben a témában profinak nevezhető emberrel ugyanúgy tud dolgozni, és ugyanúgy egymást tudják segíteni. Azok, akik már részt vettek benne, persze nagyon jól tudják segíteni az újakat, de, de ez csak egy rövid idő, mert szinte rögtön az újak is be tudnak integrálódni magába a feladatba. Ebben a feladatban te felszabadulsz, energetizálódsz, meg is értesz nagyon sok mindent a saját életedből. Mindenki a saját életéből fog megérteni, attól függetlenül, hogy, hogy azonos dolgot csinálunk egy csoportban, akkor is saját magad életében fogod meglátni azokat az azonosságokat, amik itt fognak történni, és így gyakorlatilag olyan, mint egy személyes képzésen venné részt, pedig csoportos képzésről van szó. Természetesen van egy bevezető rész, természetesen építkezünk, és lesz majd egy csúcspont, és lesz egy megnyugvó pont is, illetve az egészet majd átvisszük egy klasszikus elvonuló kis meditációba is, ahol végig gondolod az egészet. Az a visszajelzés, hogy ez nagyon fontos eleme lett magának a technikának, sokkal jobban memorizálódik az, ami megtörtént velük az emberekkel, mint csak úgy befejeznénk a mozgást és hazamennénk. A másik fontos része a kozmikus tánc technikának, hogy a kommunikációs képességet fog nőni. Megtanulsz kommunikálni, megérteni a környezetedet, és megtanulod megértetni magadat a környezettel. És ezt a mozgáson keresztül, tehát nem verbálisan fogunk edzeni téged, hogy hogyan kommunikálj, hogyan beszélgess másokkal, hanem a beszélgetés, a diskurzus, vagy bármilyen interakció másik emberrel, ez automatikusan fog jönni, teljesen más szinten, mint ahogy eddig csináltad, csak azáltal, hogy a kozmikus táncon részt vettél. Ez tárgyalás technikától kezdve, akár egy plénum előtti előadásig, bármilyen területen nagyon hasznos tud lenni, de a személyes kapcsolatteremtésben is nagyon hasznos lesz az, hogy mennyire tudod megértetni azt, amit szeretné, hogy mi az, ami neked az életedben szükséges, hát gyakorlatilag, hogy ezt el tud majd érni. Tehát a kommunikáció és a mozgás az szorosan összefügg, ahogy mozogsz, úgy kommunikálsz, ahogy kommunikálsz, úgy fogsz mozogni, ez jól látható a mozgásodból, tehát ebből a pontból nagyon jól fejleszthető az egész. Összefoglalva gyakorlatilag, ha táncolsz, és van egy ilyen célzott, vezetett meditációs tánc, mint a kozmikus tánc, akkor a személyiséged fejlődni fog, a képességeidben fejlődsz, akár újak is kialakulhatnak, és a meglévő képességeidnek a készségszintje is javul. Energetizálódsz, felszabadulsz, tehát egy szabad, erővel rendelkező, új képességekkel vagy a meglévő képességeit jobban használó emberrel fogsz találkozni a tükörbe, amikor hazamész és belenézel. Ez a kozmikus tánc.